Az a kérdésem, hogy melyik őjük fog válasz, kérdezni, parancsoljon. Jakab képviselő úrnak, megadom a szót. Köszönöm a szót, miniszterelnök úr, megőrült. Ön megőrült. Kérem, képviselő úr, legyen szíves. Képviselő úr, időben figyelmeztetem, minden későbbi konfliktus elkerülése érdekében. Próbáljon meg egyszer az életben úgy fogalmazni, ahogy ebben a házban ez illendő, egy olyan emberrel szemben, vagy bármelyik képviselővel szemben, akiket a magyar választópolgárok választottak meg. Tehát legyen szíves a legjobb modrát elővenni, és kezdje újra, hát ha másodszor sikerülni fog. Ha nem, el fogom öntől venni a szót, mintha itt sem lett volna. Mehet? Oké. Okay. Ígérem, hogy nem fogok lepidős bunkozni senkit. Miniszterelnök úr, itt magyarok ezrei halnak meg. Százezrek maradnak megélhetés nélkül. És akkor a válság óráiban, ahelyett, hogy a megoldásról beszélne, olyanokat kezdem mondani a köztévében, múlt héten volt, hogy a magyaroknak van pénzük, ám ezt a pénzt egy hálózat el akarja venni, és már a csecsemő is tudja, hogy Soros az a pók, aki ezt a hálót szövi. Miniszterelnök úr, felfogja ön egyáltalán, hogy mi zajlik ebben az országban? Tudja azt, hogy az egészségügy összeomlóban van? Tudja azt, hogy a magyarok megérhetése a végét járja? Tudja azt, hogy ön a miniszterelnök, akinek ezt a válságot meg kellene oldania? Alaptörvényben rögzíteni a lopást, na ahhoz van esze? Választójogi törvényt módosítani a válság kellős közepén, ahhoz van esze? Válságot kezelni, életet és munkahelyet menteni, na az már nem megy. Szeptemberben mit mondott? Azt mondta, hogy aki elkapja a betegséget, azt meg fogják gyógyítani. Miniszterelnök úr, a halottak száma meghaladja a 3000-et. Ez tragédia. Ön azt is mondta, hogy annyi munkahelyet fognak teremteni, amennyit a vírus elpusztít. Tény, hogy a gazdaságvédelmi alapban ott voltak az ehhez szükséges milliárdok, csak hogy ön ezt a pénzt elszórta. Egy jó részét odaadta Mészáros Lőrincnek, hogy építsen belőle vasutat Belgrádig, de jutott belőle stadionépítésre, űrkutatásra, kormányzati kommunikációra, épp munkahelyvédelemre semmi. Jelenleg több mint 300 ezer honfitársunk keres állást. Közülük 150 ezeren úgy, hogy semmilyen állami segítséget nem kapnak, mert hogy önök szerint nem indokolt az álláskeresési járadék idejének a meghosszabbítása, mint ahogy soha semmi nem indokolt ebben az országban önök szerint, ami egy kicsit is jobbá tenni a magyarok életét. Nagyotmondás és semmit tevés. Ennyi az ön válságkezelése. Meg az, hogy Soros az új pókember. Gratulálok. Ez igen. Így hány életet lehet megmenteni? Hány munkahelyet? Árulja már el hányat? Tisztelt Országgyűlés, köszöntöm képviselőtársaimat, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki válaszolni kíván az azonnali kérdésre. Miniszterelnök úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A magyar kormány a nyári hónapokban az országot fölkészítette a védekezésre. Ennek megfelelően ma Covidos betegek ellátására a több mint 100 kórházból eddig 78-at vontunk be. 14.785 orvosunk dolgozik, 28.847 mentőtiszt és szakápoló dolgozik. Az intenzív ágyakon fekszik jelenleg 582 beteg. Ezen kívül intenzív ágy rendelkezésre áll még 1634, tehát háromszor annyi, mint amit most használunk. 7236 covidos beteg fekszik kórházakban, ezeken fölül pedig van még 1946 fertőzött, aki gyanús, de még nem igazoltan covidos. Mozgósítottuk a medikus hallgatókat, ebben a pillanatban 200 diák dolgozik a Műszaki Egyetemről, ők pilóták és gépjárművezetők, és 400 diákot mozgósítottunk a tesztelés érdekében. 5. és 6. évfolyamos medikusunkból van 2157, szükség szerint őket is mozgósítjuk, és 3. és 4. medikusból pedig van 5549 diák, akit szükség esetén mozgósítani tudunk. Ami a gazdaságot illeti, megígértük, hogy ahány munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit létre fogunk hozni. Amikor 2010-ben megkezdtük a kormányzást, akkor Magyarországon 3.600.000 munkahely volt, most 4.500.000 van. Köszönöm szépen a figyelmüket. Megköszönöm, miniszterelnök úr, válaszát, viszont válaszra megadom a szót.
Miniszterelnök úr, jaktozással és propagandával nem lehet felkészülni egyetlen egy járványra sem. Fogja már fel végre, hogy itt emberéletekről van szó, meg arról, hogy lesz-e kenyér a magyarok asztalán, úgyhogy ne szerencsétlenkedjen tovább. Igenis, végig kell tesztelni a lakosságot azért, hogy ne a vírus diktálja a tempót, hanem mi. Ingyenes és tömeges tesztelésre és érdemi munkahelyvédelemre van szükség. Igenis, a kormánynak át kell vállalni a bajba jutott dolgozók bérének nem az 50, hanem minimum a 80%-át. Az álláskeresési járadék idejét és az összegét meg kell emelni. Az átlag alatt kereső munkavállaló lehetővé kell tenni a személyi jövedelemadó visszaigénylését, hogy ezeket az embereket pénzhez utassuk. Ha pedig valaki 60 év felett elveszíti az állását, azt ne közmunkára küldjék, hanem engedjék el nyugdíjba. Miniszterelnök, a jóisten szerelmére fogja meg végre a munkavégét, és kezdjen el dolgozni. Ez most nem a soros terv, meg az állítsuk meg Brüsszelt, ez nem kamu, ez nem gyakorlat, hanem a valóság. Próbálja meg úgy is kezelni. Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, mi a szó? Szeretném tájékoztatni a tisztelt házat, hogy az összes fertőzött 1 millió főre vetítve Magyarországon 14.429 beteg, az európai átlag pedig 20.777. Az összes elhunyt 1 millió főre vetítve Magyarországon 317 fő, Európában pedig 481. A kormány eddig is mindent megtett a védekezés érdekében. Ezután is mindent meg fogunk tenni. Én önt meghallgattam, és azt tudom mondani, hogy nekünk, akik itt ülünk ezen az oldalon, minden élet számít. Úgy látom, önnek viszont semmi sem drága.